Milyen hagyományokra tekint vissza a Márton napi ünnepségét Budakeszi? Ez már több mint egy 20 éves hagyomány, hogy valamikor Márton nap környékén a Márton napot követő, vagy ugye például pont most, ugye pont Márton napra esik ez a péntek, ilyenkor a gyerekekkel egy lampionos felvonulást szervezünk. Nem csak az iskolák, az óvodák is, és a családok azok, akik szívesen részt vennek ezeken a vonulásokon. Ilyenkor a gyerekek általában lampiont készítenek, délelőttönként az óvodában, iskolában, otthon a szülőkkel, illetve azt már elmondtuk nekik, hogy aki Márton napján libát nem eszik, az egész nap éhezik, úgyhogy ezt megpróbáljuk valamilyen úton, módon kivédeni, és azok a gyerekek, akik lámpással vonulnak, a budakeszi német önkormányzat jóvoltából liba alakú süteményt, kalácsot kapnak, hogy mindenképpen egyenek libát ezen a napon. Rengeteg embert látni, körülbelül hány gyerek, hány család vehet részt ezen a mai ünnepségen? Ezt azért nehéz megjósolni, mert ugye ez a Covid utáni első olyan közös ünneplés, amikor együtt tudunk vonulni, együtt tudunk menni. Az elmúlt 2-3 évben általában csak kis zárt közösségekben, intézményen belül családok vonultak esetleg, és úgy ünnepelték meg ezt a Márton napot. A korábbi évekre visszatekintve azt mondom, hogy olyan körülbelül 1500-2000 ember mindig összegyűlt ezeken az ünnepségeken. Kíváncsian várom, hogy ezen a napon vajon megdől ez a rekord, vagy sem. Elmondható talán az, hogy egy közösség teremtő ereje is van ennek az ünnepségnek. Természetesen, én úgy gondolom, hogy mindenképpen, és talán ez is egy szép mártonnapi hagyomány, hogy ilyenkor összefognak az emberek, szeretettel fordulnak egymáshoz. Látható, hogy tényleg mosolygó arcokat látunk, és megpróbálunk egymáson segíteni, ahogy vonulunk majd itt a sötétben. Liba sütemény, kik részt vettek a felvonuláson, a gyerekek szeretnénk neki biztosítani ezt a süteményt. Nagy köszönet egyébként Nádas Annának és a Nagycsányi gimnáziumnak a diákjainak, akik a zsíros kenyéret megkenték és fogják osztani. Köszönjük szépen! Ez egy nagyon szép és fontos hagyomány a mi városunk életében. 20 évvel ezelőtt is volt felvonulás, és a Covid semmi nem tudja eltörölni. És az, hogy ilyen sokan itt vannak, az bizonyítja, hogy mennyire fontos ez a dolog mindannyiunk életében. Gyerekek, tudjátok, hogy mit jelképez ez a kis világító lámpa, amit most csináltatok és hoztatok a kezetekbe? Szent Mártonnak a jó cselekedeteire utal. Ez egy nagyon különleges ember volt ez a Szent Márton, meg Szűz Mária mellett Magyarországnak volt az egyik fő, vagy egyik főpatrónusa most is, és Magyarországon Szombathelyen született. És biztos tudjátok, elmesélték azt nektek, hogy olyan csodák történtek vele, hogy amikor ő egy jó módú katona volt, és megsajnált egy szegény, fáradt koldust, akkor ketté vágta a köppenyét, és odaadta neki. És álmában megjelent Jézus, és ezek után keresztelkedett meg. Szóval az életét a csodák sorozata kísérte, ilyen kicsi csoda a mai este is, hogy ilyen sokan összejöttünk, és ennyien jól érzitek itt magatokat, és ugye a német önkormányzat ezt megszervezte, és nagyon finom szendvicsekkel, forró teával, és a liba süteménnyel készült nektek. Úgyhogy gratulálok, érezzétek nagyon jól magatokat!